Nincs több órai telefonozás az iskolás diákok számára idén szeptembertől. Egy kormányrendelet szerint a tanulóknak a tanítás megkezdése előtt le kell adniuk mobiljukat, és azokat a tanítás végén kapják csak vissza. Kivételt jelent, ha a mobilokra az órán oktatási célból szükség van. Ez nálunk úgy működik, hogy ugyan két bejárata van az iskolánknak, de az egyik bejáratot lezárjuk a reggeli érkezéskor, és csak egy bejáraton keresztül tudnak bejönni. Itt mobiltelefontartó állványokat vásároltunk osztályonként, és osztályonként minden fakban a megjegyzett szám alapján beteszi a gyermek a telefonját. Nyilván lesznek napközben olyan kivételek, hogy ha órán szükség van ezekre a mobiltelefonokra, akkor a tanárral együtt le lehet jönni ezért a dobozért, fölveszik a telefonokat, használják órán a megfelelő szinten, majd utána ismét leadják. És a nap végén visszakapja a gyermek, és csak akkor tudja használni. Nyilvánvaló, egy csomó dolgot napközben is telefonon keresztül intéztek például az osztályfőnökök, tehát hogyha valami váratlan esemény volt, akkor a szokott közösségi portálon keresztül elküldték a gyerekeknek, és rögtön tudomást szereztek róla. Most ez egy kicsit lassabb információ átadás lesz, de ezt is majd valahogy megoldjuk. A Tolnai Vosinszky Móra általános iskolában a mobiltelefonok korlátozása nem új keletű dolog. A Covid után, mikor elkezdődött újra a jelenléti oktatás, mi már akkor a házi rendünkben leszabályoztuk a mobiltelefonok használatát, és felső tagozaton ez úgy valósult meg, hogy minden reggel az első órát tanító kolléga bevisz egy kis rekeszt, egy kis dobozt, ami fel van címkézve az osztálynak a nevével, és abba teszik a gyerekek a telefont. Első óra végén a kolléga beviszi a tanáriba, és ott elzárt helyen tartottuk. Tehát nekünk most ez a jogszabályi változás nagy változást nem hozott az életünkbe, mert ezt már a szülőkkel is megbeszéltük, ők is tudták, tehát itt most sem a gyermekek, se a szülőik részéről nem volt nálunk ebből gond. Covid alatt azért voltak ebből visszaélések, tehát volt olyan, amikor online oktatásban voltunk, és pár tanuló készített felvételt, és ezt fel is tette az internetre. Tehát akkor szembesültünk ezzel a helyzettel, hogy valamit kell kezdeni, és akkor visszajöttek a gyerekek, tehát nekik teljesen természetes volt, hogy a telefonjaikat használják, és órán is készültek felvételek, a mosdóba bevitték magukkal, tehát olyan helyzetekkel találkoztunk, amire megoldást kellett találnunk. És akkor így a gyerekektől elvesszük, a nap végén visszakapják, és természetesen, amikor tanulási célra kell, az a kolléga, aki szeretné, hogy az óráján használják ezeket a készülékeket, beviszi magával az órájára, órája végén összeszedi, és beteszi a tanáriba. Mivel nincs náluk eszköz, mert hogyha okos ötleteik lennének, és mondjuk hoznának két vagy három telefont, vagy valahogy mégis becsempészik, hiszen reggel nem motozzuk meg őket, nem pakoltatjuk ki a táskájukat. Ha észreveszük, akkor a telefont eddig is elvettük, és a nap végén visszakapták egy szóbeli figyelmeztetéssel. Amikor ez másodszor is előfordult, akkor már a szülőnek adtuk vissza a készüléket, és a szülőt is kértük, hogy figyeljen erre oda, beszéljen el a gyermekével, hogy napközben nem használhatja. Igen, szeretnénk, hogyha a gyerekek jelen lennének a saját életükbe, és a szünetben mondjuk nem online csetelnének egymással, hanem szóba állnának, és szemkontaktust felvéve egymással beszélgetnének.